Üdvözlök mindenkit, Nekrokném vagyok. Jöjjön egy kis Division. Beszélgessünk egy kicsit erről az episode egyről, az első részről, episode 1. Egy kis aféle véleményezés fog következni. Beszélünk az új küldetésekről, egy kicsit a raidről, és amit csináltak vele, hogy jó ötlet volt ez, jó most ez így, kinek kell ez, és mert, mert egyszerűen elképesztő, hogy milyen zuhanást vett ez a játék az elmúlt időben, ami a játékos bázist illeti, és kapaszkodj meg, kapaszkodj meg, az Antemnek nem volt ekkora játékos bázis csökkenése, sőt, mai napig az Antemmel jelen pillanatban, elméletileg, amíg ez a videó van, megy, látjátok, az Anthem-mel többen játszanak naponta, mint a Divisionnel. Pedig, ha valamiben nincs játék tartalom, az az Antem. De az Antemban van valami idegesítő, ami azt mondja neki, hogy um, mennem kell, mert akkor is ki fogja dobni azt a rohadt exotikat, érted? Na most, a division ezzel ellentétben más nem, ne, nem dok csak exotikot sárga cuccokat, ugye uh, ha, ha már természetesen azon a szinten vagy. Na de ott kezdődik a probléma a Division-nél. A sárga cuccok konkrétan értéktelenek, és a division úgy gondolom ez az egyik legnagyobb uh, gondja. Egyszer valamikor kiformoltam egy nagyon-nagyon jó szettet, Ebben eh, a setben van egy nagyon-nagyon jó maszk, és egy nagyon-nagyon jó táska, ami, hogy is mondjam, az alapját képezi annak a setnek, és azóta sem tudom őket lecserélni jobbra, mert a játék nem dob. Olyan kicsi az esélye annak, hogy a játék a megfelelő ö, adatokkal ellátott ö, cuccot dobja neked, hogy esély De erről beszéltem már ugye egy videóban. Na most ez, vezet, ez hozzávezetett a játékos bázis csökkenéshez, hozzávezetett természetesen az, hogy sokszor a devesek nem mondtak igazat, hozzávezetett az, hogy nem javítottak a játék skill rendszerén, nem javítottak a képességeken, és ugye a játék csak arról, le, arról szól, hogy damage, damage, damage. És íme elérkeztünk, ha kibírtad eddig, elérkeztünk az új, Tartalomhoz. És mikor beléptem az új tartalomba, hirtelen eszembe jutott annó az um, Otherworld, csinált egy videót a Warframe-ről, és um, káprázatos üresség, vagy valami ilyesmivel jellemezték a címben a Warframe-et, káprázatos semmiség, káprázatos üresség. A lényeg az, uh, hogy az volt a mondani valója, hogy nagyon szép, de nincs benne semmi. És akkoriban, amikor meghallgattam ezt a videót a Warframe-ről, nem igazán tudtam egyet egyetérteni e, azzal a videóval, bár volt benne igazság, viszont akkoriban a Warframe-ben e, volt egy endgame, ami, ami igen élvezeti faktort adott, és elvette a figyelmet a végtelen grindról. Na most a Division-ben létezik egy. Endgame, de mindjárt rátérünk erre is, arra az Endgame-re, de minden bizonyal, ami létezik a Divisionben, az a végtelen grind faktor. És most elérkeztünk az epizód 1-hez, és kiadtak kettő fő küldetést, és egy, hogy is mondjam, Division 1 remake underground-ot. Underground, underground féleséget, ugye, a Kelly College-e, azt se tudom mi a neve, annyira nem számít. Uh, és, és oda vissza lehet menni naponta, meg lehet csinálni azokat a küldetéseket. Tényleg egy kicsit visszahozták a Division 1-es underground küldetések hangulatát ezzel az egésszel. Uh, és a két új küldetés ott van. És tudjátok mit tudok róla elmondani? Uh, egy pár szó van. Káprázatos semmiség. Üres. Üresség. Miért? Azért, Azért, mert jó, egy kicsit megtudunk extrát a történetről, arról a történetről, amit amúgy a Division 2-ben senkit nem érdekel, mert olyan jellemtelen és jelentéktelen karaktereket, figurákat, szereplőket vonultattak fel, akiknek a nevét már 5 perc után elfelejtettem. És ebben a két küldetésben némileg szó esne azokról a karakterekről, akikről tudnom kéne valamit, de nem tudok, mert semmiféle jellemet nem adtak nekik, amitől megjegyezhetőek lettek volna. Ettől mind a kettő új küldetés nagyon uh, egyhangúvá és unalmassá válik. Pofozd meg mindezt azzal, hogy semmi extra lútot nem fogsz kapni ezekből a küldetésekből. Kiavítom magam, egy extra lút van az új Uh, exotikus kesztyű, a data gloves, pecsem tudja mi. A lényeg az, és erre is kitérek, hogy ne vakuljunk meg, uh, ez a kesztyű amúgy, ez a elsőre kidobta, elsőre, a story módban kidobta elsőre nekem. Makkon volt. Ez a kesztyű amúgy fantasztikus, és ha skill buildet akarsz csinálni, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hozzá fog segíteni ahhoz, hogy erősebb skill legyen. Na most azt még hozzáteszem, hogy ez a kesztyű egy nagy paraszt vakítás is egyben, mert ezzel a kesztyűvel elkerülték amazon egy nehéz, egyszerű lépést, hogy kiavítsák a skilleket, erősebbeké, használhatóbbá tegyék őket, és egy jó balanszba hozzák együtt a fegyverekkel, hogy egy igazán jó kis pusztítást úgy véghez vinni, mint ahogy a Division 1-ben tudtad megcsinálni. Hogyha jó esett, akkor a turreted lehozta neked a pályát, annélkül, hogy te egy tetves golyót meg kellett volna mozdíts a fegyveredben. Szóval, ja. És behozták hát ezt a kesztyűt, ami amúgy nagyon jó, és egy általános, az általánosan nézve az összes skillet fog tudni adni egy boostot. De ez nem elég, ez nem az, ami engem visszahoz a játékba. Már így is van egy jó skill-bildem. Ez a kesztyű feltétlenül erősebbé nem feltétlenül fogja tenni azt a skill-bélet. Szóval. Itt ütközünk egy problémáma. Eljutottatok ideig? Hashtag macskabugyi. Aki eljutott ideig, írja le a kommentbe. Hashtag macskabugyi. Mert most jön a másik, amiről szeretnék beszélni. A raid. Mi a jóisten nyilát csináltak a raiddel? Mielőtt belevágnék, nagyon-nagyon-nagyon gratulálok amúgy a cigiszünet vlogos srácoknak. 15 percre nyomták le a réd, réd idejüket. Ez, ez igazából kurva jó eredmény, mert valamikor 15 perc volt a világrekord, és a srácok most már eljutottak odáig, hogy 15 perc alatt megcsinálják a rédet. Ez, ez kurva nagy eredmény. Annak, aki járt a réden, az tudja, hogy miről beszélek, és, és hogy ez egy értékelendő eredmény, 15 perc. És innen szeretnék kiindulni hogy a világrekord ugye már lement valami 9 percre, a srácok cigi volt, hogy 15 perc alatt tudták megcsinálni, magyarul a raid és a benne rejlő teljes kihívás már nem akkora kihívás, főleg egy összeszokott csapatnak, akik átlagosan 20-15 perc alatt le tudják nyomni a raidet. Egy jó csapatról beszélünk természetesen azért, sokan még mindig kilódnak ahhoz, hogy mit tudom, egy 40 perc, egy óra, stb. Egy jó csapat lehozza 20-15 perc alatt a fullt. Mert ugye most itt van nekünk egy könnyített raid. Minek? Nem, hogy minek. Oké, a koncepció jó. Rendben van. A koncepció rendben van, hogy legyen egy könnyített raid. De kivették a velejét és az értelmét. Eleve ugye, hogy az Eagle Bearer nem Eagle nem dobja. Érthető, könnyített raid. De tudjátok, ez már olyan könnyű, mint egy normális, legendary szintű küldetés. Sőt, inkább hard szintű küldetés. Az első bossnál, boomernél nem indulnak be a laptopok, és konkrétan négyesével szeded le róla az armolt. Akkor um, Lucy-nél és Badinál uh, nem nem csökken a rés amit tartani kell ugye, hogy egyszer elődőket egyszerűen az a rés nem csökken, nem lesz egyre kisebb és ez egyszerűen röhelyessé teszi a damage fészt ennél a résznél Ez egy, egy síkba le lehet húzni a razorback is volt már valami amit nem csinál ezt már, már frankon nem emlékszem de egyszerűen mindegyik Mindegyik boss olyan szinten röjelesést és olyan fő mechanizmusokat vette ki belőle, mint például a Boomernél a laptop nem indul be, hogy amikor a másik játékos elmegy a rendes rédre, akkor csak pislogni fog a nehézség különbségen. Inkább vették volna le, a, csinálták volna meg a rendes rédet, de az enemik életszínvonalát, vagy sebzés mértékét, vagy valamit, vettek volna egy kicsit gyengébre, de az összes mechanizmust csinálták volna meg, és hagyták volna bent esetleg a, azokat a bizonyos jutalmakat. Mert így ez a röhelyes dolog, dologba fordul át, és csak azért elmenjek erre a rédre, hogy azt mondjam, oh, én kijátszottam a rédet, nem érzem fernek, hogy őszinte legyek, a cuccok, amiket ott dobnak, ami ott esik, nem lesz jobb, mint bármi másik cucc, ami ott esik. Jó, kipróbáltam, elmentem végére, esett egy-két jó cucc. De semmiképp sem mondhatom el, hogy el a oda naponta menni a könnyített rédre, mert hogy megéri bármit is farmolni. És, és már annyiszor jártam a normális réden, hogy, 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 így azt mondjam, hogy nem, 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 nem éri meg. Tehát nem, nem ér annyit a fáradozás, egyszer annyira röjes könnyű, annyira ö, félrevezető, amikor be fogsz menni a rendesére, meg fogsz lepődni, mert ott gyökeresen másképp viselkednek a dolgok az elemik némivel tankosabbak, és egy-két mechanikába fog belefutni az ember e, a könnyűhöz képest, amire ott nem fog számítani, és ugyanúgy vakarni fogod a fejed az első bossnál, ha még nem jártál soha az első bossnál, hogy a könnyített rejtbe simán lezúztad, ja, de itt még van egy kis apró meglepetés, az, hogy híleli vissza magát, ja, és a laptopok beindulnak, ami megnehezíti a e, dolgotokat. Szóval, ja... Így állunk. Ez az Episode 1. Egyelőre annyi pozitívumot tudok elmondani a Division 1-ről és erről a kiegészítőről, hogy kurva sok küldetés van benne, oké? Okay? Tehát megveszed, mit tudom, én, 50-60 euró, én nem tudom, mennyibe kerül most a Division, Division és hogyha leosztod a küldetés számot, ami benne van, és az időt, amíg feljutsz a világ 5-be, és tegyük fel, utána leteszed a játékot teljesen, ha, ha, azt az időt kiszámolod, és azt a küldetés mennyiséget, és azt leosztod arra a pénzre, amit te elköltöttél és ha neked az úgy megéri, akkor ez a játék megéri. Mert nem tudom elmondani azt róla, hogy kor mechanikájában és gameplayben ez egy szarjáték. A szarjáték azután következik, hogyha már nincs mit csinálnod, ha kijátszottad az összes Mellékküldít, főküldít, anyám kinyát, és már nem tudsz mit csinálni, csak ugye szőrsál hasogatva jobbnál jobb cuccokat farmolni, de viszont annyira elveszi a játék az esélyét annak, hogy belátható időn belül farmod ki a igazi tökéletes cuccot, mert jó cuccot kapsz, érted? De amikor rákerül az endgame-re a sor, akkor az a jó cucc, amit jónak hittél rájössz, hogy nem lesz elég jó, mert kicsit még szőrszál hasogatni kell, hogy még tökéletesebb cuccot kapjál, és úgy tudjál végigmenni. Uh, jelen pillanat itt, 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 állunk. Az egyetlen igazán dolog, amire én kíváncsi vagyok a Division 2-vel uh, kapcsolatban, az majd valószínűleg év vége fele fog jönni, vagy uh, jövőre fog jönni, és az a pillanat, amikor visszalátogatunk New Yorkba, ha már egy küldetés erejére is, de visszalátogatunk New Yorkba. Nagyon-nagyon kíváncsi volnék egy uh, nyári New York Szetápra egy ilyen nyári New York környezet és hangulatra kíváncsi vagyok, hogy hogy néznek ki, esetleg kitalálnak valami együttműködést az ottani ügynökökkel, az ottani szervezettel, lesz valami, beléphetünk esetleg a Dark Zónába, a New Yorkiba. Ez, ez igazán jó lenne, de félek csak egy küldetés lesz belőle, de az most jelen pillanatban az egyetlen dolog, amire kíváncsi vagyok. A másik dolog, amire kíváncsi vagyok, az az lesz, hogyha egyszer felhozzák és feljavítják a skilleket, és nem csak egy kesztyűt fognak odaadni, hogy valá, voilà, legyél boldog vele. Srácok, ennyi lett volna, nagyon köszönöm a figyelmet, hát ha egyetértesz velem, iratkozz fel, nyom rá a csengőjelecskére, értesítést kap a videóimról, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!